Szeretettel köszöntöm a kedves együtt gondolkodókat, a kedves társakat, akik most jelenése könyve 14. fejezetére is kíváncsiak, hogy ne lennének, hiszen az örökkévaló evangéliumhoz csatolt hármas angyali üzenet tárgyalásában vagyunk, és egyelőre még az első üzenet, amely nagyon sokrétű, annak is csak az első, féljétek az Istent, második, néki adjatok dicsőséget, félmondatát vettük át, és a mai alkalommal ezzel folytatódik az első üzenet, mert eljött az ő ítéletének órája. Milyen sokat mondó kijelentés ez a mi korunknak. Mert a mi korunk sok mindenről híres, de azt gondolom egyik leginkább híres vagy hírhedett vonása a mi korunknak, hogy nem akar hallani az ítéletről, vagy egyáltalán a megítéltetésről. Lassanként már az igazságszolgáltatás is olyan nehezen szüli meg, vajúdja meg az ítéleteket, hogy a bíróságokon is évekig, sokszor évtizedekig kell várni egy-egy ügy felgöngyölítésére, mint hogyha az ítéletet nem kedvelnénk, aztán pedig nagyon sokszor olyan semmit mondó vagy felháborító ítéletek születnek, hogy egy fél ország felhördül, hogy hát egy gyilkosságért vagy egy ilyen mértékű bűncselekményért ez lenne az ítélet. Nagyon jellemző a mi korunkra, a mi korunk szeret szabadságról beszélni. Szabadságot minden áron, de a szabadság, ha egy érme, fordítsuk meg az érmét, hát a másik oldalán, ha az egyik oldalán a szabadság kifejezés áll, a másik oldalán a felelősség kifejezés áll. Hát, hogyha valaki szabad, ha valaki ténylegesen meggondolva hozhatja a döntéseit, hát az felelős azokért, és akkor hát azt meg lehet és meg is kell ítélni, hogy most jól döntött, rosszul döntött, jól használta ki a szabadságát, nem jól használta ki a szabadságát. Heidegger, a német filozófus mondta a II. Világháború után, hogy lesz-e nagyobb félelem a mai világban, mint a gondolkodástól való félelem. Hát, hogyha az emberek nem gondolkodnak, és a legnagyobb értéket, a szabadságot pedig ennyire semmit mondónak állítják be, hogy mindenki azt tesz, amit akar. Felelősségről ne beszéljünk, mindent számoljunk el arra, hogy hát így volt a génekben megírva, vagy a körülmények ezt hozták ki belőlünk. Rettenetes zagyvakorban élünk, ahol a gondolkodásnak az alappillérei összehuppantak, ahol nincs gondolkozás, a szabadságnak sincs felelős választása, felhasználása, ezáltal felelősség sincs, és ezáltal ítélet sincsen. Féljétek az Istent, néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. Isten a Biblián belül többször bejelenti, hogy ő ítélni fog. Majd folyjon az ítélet, mint a víz és a bővízű patak, mert az tény, hogy maga Isten is vonakodik ítélni, nem akar ítélni, nem akar bennünket elítélni. Isten legnagyobb törekvése, hogy a bennünk levő rosszat, a bűnt leválassza rólunk, mint egy idegen testet, hogy bennünket ne kelljen megítélni, illetve bennünket minden bűnünkkel együtt megítélt Jézus Krisztus áldozatában. A Golgotára minden bűn felkerült, nincs olyan bűn, amiért Jézus ne halt volna meg. Tehát Isten is, a kegyelmes Isten, aki kegyelmét megmutatva hitre akarna bennünket késztetni, hogy a hitünkből igazi jó cselekedetek legyenek, és majd az a kegyelem, a hit, a cselekedetek után, igen, ez a negyedik komponens, lesz majd ítélet. De Isten nem szeretne elítélni, Isten mindenkit föl akarna menteni, Isten mindenkiért odaadta az életét, Isten vár mindenkit az örök életre. Úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Az életünk azonban választások sorozata, nem egy választás dönt bennünket a mélybe.
nem egy-egy rossz cselekedet végzetes, hanem minden emberi élet egy folyamat. És ezt a folyamatot is meg tudja ítélni Isten, hogy mit tettünk mi a kegyelemmel, elfogadtuk a kegyelmet, méltók lettünk a kegyelemhez, erőt kértünk Istentől, hogy kegyelméből állítson helyre bennünket, és a szabadságunkat jól tudjuk felhasználni, és akkor majd ő kegyelmes lehet velünk az ítéletben. Olyan egyszerű az ítélet, mert aki kegyelmes emberré vált a kegyelem során, aki Isten kegyelmét nem arra használja fel, mint az a gonosz szolga, hogy ő elveszi a 10 000 talentum elengedését, de ő nem tud elengedni a másik embernek 100 dénár tartozás sem, hanem aki megrendülve veszi el Istentől ezt a hatalmas kegyelmet, hogy 10 000 talentumnyi adósságot, tehát ez lényegileg ez egy kifizethetetlen összeg. De Isten a sok-sok bűnünket Jézus golgotai áldozatával egyszer s mindenkorra a keresztfára szögezte. És hogyha mi ezt látjuk, látjuk az Isten kegyelmét, irgalmát, könyörületét, méltányosságát, nagy lelkűségét, és mi nem tudunk ugyanilyenek lenni a másik ember iránt, aki bennünket megsértett, de mennyivel sértett, meg a töredékével sem, mint amennyivel mi Istent megsértettük. Nos hát, aki nem tanul az életben irgalmat, aki irgalmatlan marad, aki a másik embert vádolja, megítéli, aki a másik embert leszólja, sőt, megszégyeníti, sőt, befeketíti, hát Jézus világosan mondta, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és a mi atyánknak erre az egy kérésére tért vissza Jézus. Ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, nektek is megbocsátati mennyei atyátok, de ha nem bocsátjátok meg az embereknek a vétkeiket, nektek sem bocsát meg a ti mennyei atyátok. Olyan egyszerű ez, az élet egyetlen egy mondatban összefoglalva. És amikor eljön az Isten ítéletének órája, akkor nem kell félni annak az embernek, aki megbocsátó tudott lenni, aki könyörületes tudott lenni a másik emberhez, aki irgalmasságot gyakorolt, aki nagy lelkű volt, aki nem örült a hamissággal, de együtt örült az igazsággal. És a Biblia azért csodálatos könyv, mert a Biblia elmondja azt is, hogy mikor jön el az Isten ítéletének órája. A Biblia kinyilatkoztatja azt, hogy a történelemben mikor esik meg az, hogy elkezdi Jézus az ítéletet a mennyben. Ez pontosan kijelenti Dániel könyve 8. fejezet 14. verse, hogy 2300 estélig és reggelig, és kiderül a szent hely igazsága. Vagyis 2300 este és reggel az egy nap, de a bibliai proféciákban, Ezékiel könyve 4. fejezet 6. verse a tanúság rá, egy-egy napot egy-egy évnek számítottam néked. Ezt Isten mondja, a bibliai proféciákban egy nap az egyenlő egy év. Sorozatunk hallgatói közül többektől kaptam elég ledorongoló kijelentéseket, hogy én miért veszem az egy napot egy évnek a proféciákban, sehol máshol. De hát a proféciáknak a jelképességéhez ez is hozzátartozik. Kérném szépen azokat, akik olyan gyorsan megítéltek engemet, hogy nézzenek utána a Bibliában, ne csípőből tüzeljenek, hanem először nézzenek utána a Bibliában, hogy egy-egy napot egy-egy évnek számítottam néked. És a 2300 este és reggel, ugye ez egy hebraizmus, estével kezdték a napokat, tehát ez egy 24 órás nap, ez ugyanannyi, mint hogyha egy napot mondana, de hát ez valóságban 2300 nem nap, hanem év.
Egyébként nem is kutatott volna utána Dániel próféta, ha nem így vette volna, mert ez a 8. fejezet 14. versében hangzik el, a 9. fejezet pedig azzal kezdődik, hogy Dániel nem tudta hova tenni ezt a hosszú idői proféciát, mert ő nagyon jól tudta, hogy ez nem napról szól, nem 2300 napról, vagy 7 évről, ő még 12 év után is kutatta, hogy mit jelent ez, hát a 70 éves fogságot hosszabbította meg Isten a zsidó nép babiloni fogságát, 2300 évre, tehát a két időpont között nagyon nagy a különbség, még ha 230 évre hosszabbította volna, meg még az is sok lenne, de 2300 évre. És amikor utána járt Jeremiás könyvében Dániel prófét, akkor láthatta, hogy nem, a babiloni fogság 70 évig fog tartani, semmivel se kevesebb, semmivel se több. Az 70 éves fogság, Jeremiás 25. fejezete ezt kinyilatkoztatta. Na de akkor mire vonatkozik? És elkezd imádkozni Istenhez, ez a 9. fejezetben egy csodálatos imája van Dániel prófétának, és még be sem fejezi az imáját. Már megjelenik Gábriel angyal a mennyből, és megnyugtatja, hogy Dániel, a te népedre nem vonatkozik a 2300 év, a zsidó népre ebből csak 490 év szabatot le, vagyis 77 szabatot le a 2300-ból, és megadja a kezdőidőpontot is, hiszen a Dániel 8.14-ben kezdőidőpont és ezáltal végpont sincsen. Ha valaki visszamegy és meghallgatja az előadás sorozatomnak, nem is tudom hányadik, 20., 30., 40. előadásánál, több alkalommal foglalkoztam Dániel könyvével, most nem tudok ebben elmerülni, hiszen már megtettem a kötelességemet, vagyis, hogy Dániel könyve 8. és 9. fejezetében össze van kötve Jézus második eljövetele az első eljövetellel. Az első eljövetelre vonatkozik a 490 éves jövendőlés, és az valóban beteljesedett 27-ben, amikor Jézus fellépett, 31-ben, amikor kiirtatott a messiás és senki el nem lett, 34-ben, amikor lejárt a zsidó népnek a kiválasztottsága, a második eljövetelre pedig a 2300 év vonatkozik, de nem a második eljövetel időpontjára, hiszen az első eljövetel időpontját tudtuk, hogy a messiás mikor fog megjelenni a választott nép körében, a második eljövetele időpontját soha nem nyilatkoztatja ki a Biblia, de a második eljövetelt közvetlenül megelőző időszak, tehát ha itt van a második eljövetel, akkor előtte a második eljövetelt közvetlen megelőző időszak időpontját, kezdő időpontját, ezt bizony kinyilatkoztatta a Biblia. És miért nyilatkoztatta ki? Mert ez egy mennyei eseménnyel van összefüggésben. Jézus elkezdi az ítéletet a mennyben. És ha elkezdi az ítéletet a mennyben, akkor az erről szóló tanítás is nyilvánvaló lesz a földön, és a földön is felgyorsulnak az események, igen, ezért gyorsulnak fel a földi eseményeink 1844 óta, hiszen ha 457-től kezdjük a 490 évnek az azonosítását, és ugyanettől kell kezdeni a 2300 év azonosítását, mindenkinek egy megint csak egy egyszerű matematikai művelet, mint a 666-nál is láthattuk, hogy Jézus Krisztus csak egyszerűen egy összeadást vagy kivonást vár tőlünk, itt még szorzás sincs, osztás sincs, gyökvonás, semmiféle ilyen komolyabb számtani művelet nem jöhet szóba. Nagyon egyszerű számtani művelet, megad egy kezdőidőpontot, ahhoz hozzá kell számítani a 2300 évet, amelyből leszabadik a 490 év. Nagyon kérek mindenkit, hogy olvassa Dániel könyvét. A nagy fizikusok, matematikusok, mint Newton, vagy még előtte Blaise Pascal, ezt tartották a Biblia legnagyobb érvének, hogy a Biblia valóban Istentől származik.
mert a Bibliának a stílusa így csodálatos, mondja Pascal, senkit nem pocskondiáz. A Bibliának az erkölcsi kijelentése és valami hiánytalan egészet alkotnak, sehol máshol ilyet nem találsz. De a Bibliában, amely kikerülhetetlen, ami megfellebezhetetlen, ezek a matematikai kijelentések, amelyekben megmond bizonyos időpontokat, azok a hátunk mögé kerülve ellenőrizhetők, azonosíthatók. Jézus valóban 27-ben lépett fel? Valóban 3,5 évet tanított, hogy Dániel 9:24-27-ben olvassuk? Valóban 31 húsvétján kiirtatik a messiás, és senkije sem lesz? Borzalmas módon végeztek vele, és Istennek ezt engednie kellett. Isten nem lépett közbe, ha Jézus persze kérte volna, közbe léphetett volna, levehette volna még az utolsó pillanatokban is Jézust a keresztváról, na de akkor nincs meg az emberiségnek az erkölcsi megoldása az örök életre, mert akkor nekünk el kellene vesznünk a végtelen sok bűnünk miatt. Jézus ezeket magára véve azonosította magát a világ bűneivel, és így nyílott meg előttünk, mindannyiunk előtt az örök életnek a lehetősége. Isten kijelentette ezt, hogy mikor jött el az ítéletének órája. Az ítélet már elkezdődött a meghalt igazak felett, így mondja 1 Péter 4:17, hogy először az Isten házán kezdődik az ítélet, tehát 1844 után először a meghalt igazak fölött kezdődött el az ítélet, és folyik ma is. Aztán áttér Jézus Krisztus az élő emberekre, mi ránk, akik élve érhetjük meg ezt a hatalmas jelentőségű eseményt, az ő második eljövetelét. Nem tudjuk, hogy mikor megy át a meghalt igazakról az élő igazakra. Nincs is szükségünk erre. Nekünk csak arra van szükségünk, hogy hirdessük az első üzenet harmadik tételét is. Féljétek az Istent, néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. Most az ítélet időszakában élünk, 1844 után. Ezért beszéltem külön is a hetedik trombita szóról, vagy kürt szóról. Ezért szóltam külön is a laodíceai üzenetről, hiszen Laodícea, a mi korunk kereszténysége, az annyit is jelent Laodícea, a Laosz nép és a Dikájó görög ige összevonásából, hogy az ítélet népe, annyit is jelent persze, hogy megítélt nép, mert a mikorunk nem akar hallani az ítéletről. A mikorunk csak a szabadságról akar hallani, és aztán azzal úgy pusztítjuk a földet, ahogy akarjuk, úgy pusztítjuk a másik embert, hogy akarjuk, úgy pusztítjuk magunkat is, ahogy akarjuk. Volt néhány józan orvos, aki hát elmondta az elmúlt hónapok során, hogy itt van egy világjárvány, már majdnem egy évet megéltünk belőle, és szinte semmi súlyt nem kap az, hogy ez ellen lehet védekezni. Lehet védekezni egy nem lerombolt immunrendszerrel, amit se cigarettázással nem rombolunk, se alkohollal, se zsírokkal és különböző értelmetlenül a szervezetünkbe bevitt ételféleségekkel. Hát az immunrendszerünk nem fontos nekünk, a C-vitamin, a D-vitamin nem fontos nekünk, és erről egy szó nem esik. Szó esik arról, hogy most milyen botrányos körülmények között, és honnan rendelnek oltóanyagot, vagy honnan nem, hogy hogyan oltják be az embereket, és hogy nem. Miféle borzalmas vásár és botrányos, emberhez méltatlan csatározások vannak a világon. Egymásnak mennek emberek, ellenzékek és kormányok, és tovább szaggatják az emberiségnek amúgy is már 1000 vértől sebzett testét. Hát borzalmas állapotok vannak. Nem lényeges számunkra az, hogy hogyan lehet elejét venni a rossznak? Nem lényeges számunkra az, hogyha már megtörtént a rossz, hogyan lehet Isten segítségével győzni fölötte?
A legfontosabb dolgok nekünk semmit nem jelentenek? Nekünk csak az apró és mindenféle vitát koholó dolgok a fontosak? A nyilvánvaló igazság, a 2x2=4 igazság az nem fontos? Hát Isten ezért fordul sokszor a matematikához, ahogy láttuk a 666 kérdésében, ahogy láttuk a 2300 éves jövendőlés, 490 éves jövendőlés kérdésében. Teljesen nyilvánvaló, aki a Bibliának hisz, aki Isten dicsőségét keresi, és Istennek hisz, teljesen nyilvánvaló, hogy az emberi történelem legvégső időszakában élünk. Az emberi történelemnek a percei ki vannak számítva. Jézus eljövetel a küszöbön áll, az ajtó előtt állok és zörgetek. Féljétek az Istent, néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ítéletének órája, és meg kell állni majd az ítéletben. Hogy állsz meg az ítéletben, hogy a szabadságodat arra használod, amire gondolod? Hogy felelősséget nem érzel? Hogy a rosszat, amit elkövettél, és ami belül is marcangol téged, mert nyomorúság és ínség minden gonosz cselekvő ember lelkének, így olvassuk a római levél elején, nyomorúság és ínség minden gonosz cselekvő ember lelkének, nem akarsz ettől megszabadulni? Nem akarsz tisztán állni az ítéletben? Nem akarsz átmenni a halálból az életre? Nem akarsz olyan életet élni, amely nyomán Jézus téged a felmentő ítélettel tud majd megajándékozni, és ott lehetsz együtt vele, és minden értelmes lényel a mennyek országában? Mennyire a mikorunknak szóló ez a félmondat is, a féljétek az Istent, a néki adjatok dicsőséget után, mert eljött az ő ítéletének órája.